Ez a 2011-es gyerekarckiállítás, amiben azt kérdeztük a gyerekektől, hogy ugyan rajzolják már le azt, fessék le azt, hogy hogyan is kell egészségesnek, boldognak lenni, mit tehetünk egymásért, önmagunkért azért, hogy egy nyugodtabb, elégedettebb, egészségesebb, boldogabb világot teremtsünk magunknak, mert hogy mi felnőttek erről gyakran elfeledkezünk. És most odafordultunk hozzájuk, és megkérdeztük, most én már eléggé elégedett és boldog vagyok, mert a rajzok nagyon szépek. Ez a formátum, hogy a pici gyerek rajzot nagy képé alakítsuk, ez nagyon-nagyon jól működik. Van egy rajz, ahol két kislány áll egy virágos mezőben, és ami hihetetlen boldogság árad a képről, egy nagyon emlékeztet a saját család életemre. Sára lányom éjjel-nappal rajzol és festeget, nagyon édes dolgokat rajzol, és ahhoz képest, hogy 5 éves már oda tudja írni azt is a kép aljára, hogy apának, kis veszőhibával, és a lencsike pedig megy utána, mert ugye hát a kisgyerek az mindig indigóként működik a nagygyerek mellett. Például múlt héten afrikai királyt rajzoltunk, akinek a fejdíszében tulajdonképpen a csillagok vannak, és nagyon tetszett mindenkinek. Az is, amit én rajzoltam, büszke voltam, hogy a gyerekeimnek tetszik, amit én rajzolok, és az is tetszett nekem, amit a Sárikám rajzolt, egy lebegő palotát rajzolt pillangószárnyakkal. Én abban támogatom majd őket, amiről azt gondolom, hogy harmóniát és teljességet tud hozni az életükben. Találjanak rá arra, akik ők lehetnek. Szerintem az élet legnagyobb kérdése számunkra, mindannyiunk számára ez, hogy azok vagyunk-e, akik szerettünk volna lenni, és hogy lehetünk-e még azok, tudunk-e annyit változtatni az életünkön, hogy azok lehessünk, akik igazán lehetnénk a Földön. Nagyon érdekes dolog egy gyerekrajz pályázaton ugye zsűritagnak lenni. Először is, mi az, ami szép vagy szebb? Mi az, aminek szebb a színösszetétele, vagy mi az, ami esetleg ötletesebb, játékosabb, humorosabb, vagy mi az, ami valahogy nagyon eredeti módon hat, mert olyan a technikája, tehát látszik rajta, hogy nagyon valamit kitalálta a kis alkotó, azt azért természetesen díjaztuk. Nem terelem a saját gyerekeimet semmi irányba, illetve minden irányba terelem őket egyszerre. Nem tartom jónak, amikor a szülő valamilyen irányba túlzottan erőszakoskodik a gyerekével kapcsolatban. Képzőművészeti egyetemet végeztem, tehát van egy erős vonzódásom az egész műfaj felé. Örülnék neki, hogyha rajzolnának, festenének, de egyenlőre semmi különösebb jelét nem mutatják ennek. Tehát ugyanúgy rajzolnak, mint bármelyik normális gyerek.